Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díja minden esetben 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Ezek a személyes videók megjelennek a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens. És most megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Milyen aranyosak ezek a kártyák, hiszen itt szerelemről van szó, és a madarak jelentik a könnyűséget, a mozgást és a kommunikációt. Ő azt tervezi, ez jelenik meg a gondolatában, hogy beszél veled, beszél érzelmekről, beszél a kapcsolatotokról. És a második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható ez a könyv. Jelenteti persze a tudását is, de a nyitottságát, hiszen ez a könyv már itt nyitott. És megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát valami eltűnik, valami elveszik. Ő fél attól, hogy elveszít téged. Mert az egerek ezt is el tudják távolítani. Tehát itt vannak félelmek. Lehet, hogy eddig zárkózott volt, mert a könyv még csukva volt, de most fél attól, hogy eltávolodsz tőle, fél attól, hogy elveszít téged, és most lesz egy fordulat, olyan hirtelen nyitott lesz, beszél érzelmekről. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Lesz egy találkozás, hiszen a kereszt jelenti a hitet, vagy egy kármikus kapcsolatot, amikor a sors utatok kereszteződik, és újra kereszteződni fog. Tehát ő lépéseket tesz feléd, lesz egy találkozás, amit ez a kereszt még jelent, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt fontos döntések lesznek. És mi fűz össze benneteket? Itt a torony jelentheti a célokat, hogy szeretnétek valamit kiépíteni, megnagyobbítani. Ez a torony lehet egy korlátozás is, amikor benne vagytok még ebben a toronyban, és kerestek egy kiútat, mert a félelmek még fogva tartanak benneteket. De itt lesz változás, hiszen a kereszt jelenti azt, hogy itt lesz egy új irány. Ő fél, hogy elveszít téged. A félelmek korlátozzák őt. Lehet, hogy a múltban zárkózott volt, de most nyitott lesz szerelemről, érzelmekről beszélni. A sors utatok kereszteződik, lesz találkozás. Talán lesz egy közös életút. Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban,
és ő megbecsült téged. Ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!